Tisztelettel köszöntök mindenkit! A mai heti videómban a Renko Spike stratégia és expert advisornak a jelenlegi állásáról szeretnék beszámolni. Akik ugye a Renko szemináriumon ott voltak, ott már röviden felvázoltam, hogy gondolkodom egy új stratégián ezzel kapcsolatban, illetve kettőn, ez az egyik. Ez a Spike-on alapul tulajdonképpen, és a szokásos, normális chartformációkból adódik. A Hammer, vagyis kalapács nevű gyertyát, azt mindenki ismeri, gondolom. Az ugye úgy néz ki, hát hasonlít egy kalapácsra, van egy nagy szára alul, és fölül lehetőleg sem ennyi, vagy ha igen, akkor csak minimális. Tulajdonképpen ennek a fordítottja a shooting star, vagyis a hullócsillag, ami egy eléggé biztos fordulatot jelez. Tehát az a tény, hogy itt lefelé ugye elég sokáig ment, és utána mégiscsak a gyertya teste az a ellenkező irányt mutatja, itt is tulajdonképpen. Ez az alapja annak, hogy ott ugye egy fordulat várható, illetve hogy egy olyan lökést kap a piac, amit ki lehetne használni. Ez ugye a normál chartokon így néz ki, általában ugye a fordulatnál szokták használni. Itt most bejelöltem szintén egy normál chárton, ki van pipálva, ugye, amiből nyereséges trade lett volna, és volt olyan, amiből veszteséges. Érdekes módon viszont a Renkónál ez sokkal nagyobb jelentőséget kap, vagy csak azért is, mert sokkal gyakrabban fordul elő. Hogyha itt megnézzük ugyanezt, akkor itt már azért más a helyzet, ugye, sokkal több van belőle, mégpedig 17 darab nyerő van belőle, és összesen 4 darab van, ami elvesztette volna a trédet. Persze nyilván nagyon fontos az majd meghatározni, ugye, hogy milyen hosszúnak kell lenni a spike-nak ahhoz, hogy elfogadjam ahhoz, hogy ez egy spike-os stratégia. Ez aztán majd változni fog egyébként különböző instrumentumonként, ki van optimalizálva. Tulajdonképpen az expert advisor már készen van, csak éppen majd jött egy új ötletem, amit még szeretnék beépítetni. Úgyhogy még azzal megpróbáljuk majd följavítani. Azért első eredményeket megmutatnám, itt 3 párt foglaltam össze egy portfólióba. Ez az Expert Advisor Analyzer című szoftver, ez egy remek eszköz, össze lehet hasonlítani a stratégia teszterből kijött eredményeket, és ebben össze lehet rakni egy portfólióba, és megnézni, hogy együtt mit csináltak volna. Ez egy évet mutat, ugye 3 pár van benne, és hát ő durván 200%-ot csinált egy év alatt. Ami még szintén érdekes, hogy ez a Monte Carlo nevű analízis, szintén ennek a szoftvernek része, ez egy olyan analízis, valamilyen bonyolult matematikai alapon a jövőt próbálja meg fölrajzolni, illetve kitalálni, vagy hát azért annál több, mert mondom, valamilyen bonyolult algoritmus szerint dolgozva egy szegmensből, ami már megtörtént, abból a jövőt megpróbálja kitalálni, és hát azt hiszem, hogy ez elég biztató képet mutat. Úgyhogy amint kész lesz az Expert Advisor, ez egyébként teljesen automata lesz. Azonnal persze természetesen majd jelzem a weboldalon, szemináriumot is fogunk róla tartani, és meg is lehet majd nyilván vásárolni. Ennyi lenne mára egészen röviden, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!